csak nyáron már annyi villamos energiát termeltek ezek a napelemek a makói Galamb József mezőgazdasági szakképzőiskola tetején, mint az épület szükségleteinek a duplája. A tervek szerint évi 20 millió forinttal lesz majd alacsonyabb az energiaszámla, mint a felújítás előtt. Ugyanis nem csak napelemek kerültek a tetőre, hanem megvalósult az épület energetikai korszerűsítése is az Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott EGT alaptámogatásával. Két fő cél volt, elsősorban az energiahatékonyság növelése, mert nagyon elavult fűtési rendszerünk volt. A másik fő cél pedig az épületnek, ennek a gyönyörű épületnek a teljes körű megújítása. Így nagyon nagy szerencsénk, hogy ezen a pályázat keretében mind a kettőt meg tudtuk valósítani. Az épület külső hőszigetelést kapott, kicserélték mind a 180 nyílászárót, és a fűtési rendszer is megújult, ráadásul úgy, hogy a közeli Hagymatikum fürdőből 55 fokos termálvizet kapnak hozzá. Nagyon örülünk, hogy újabb lett az iskola, sokkal melegebb van itt bent, meg mindenki boldog ezért. A diákok nem csak a megújult épületnek örülnek, szemléletformáló előadásokat is hallhattak az energiahatékonyságról. Sokan az itt hallottakat majd a saját otthonuk megteremtésénél is szeretnék kamatoztatni. Szeretnék mindent úgymond kiépíteni, hogy ne költsem úgymond a pénzemet, tehát hogy gondolok a nyírászáró cserére, ami ugye az egyik legfontosabb szerintem, akkor a hőszigetelés. A diákok nem csak a szemléletformáló előadásokon ismerkedhettek az energiahatékonysággal, hanem néhány tanteremben figyelemmel kísérhetik azt a monitoring rendszert, amin percre pontosan látszik, mennyi energiát fogyaszt az épület. A beruházást több mint 208 millió forinttal, vagyis a költségek 85%-ával támogatta az EGT alap.